Boldog napot, szeretettel köszöntelek! Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam, hogy 2020. november 14-én és 15-én, tehát szombaton és vasárnap, itt a naptemplomban Anubis napot tartunk. Következzen egy kis ízelítő. A belső átalakulást erősegítő rítus által a fényben élő egyre nagyobb élvezettel és örömmel járhatja az útját. Ennek köszönhetően a belső változásai zökkenőmentesebben és a valódi erőfeszítéseinek megfelelően mehetnek végbe. Ugyanis ez a rítus oldja a túlzott öntudatosságot, az aggodalmakat és a belső kényszereket. Úgy alakítva át a belső világát, hogy a fényben élő, egyre kevesebb erőlködéssel, a szívéből származó szándékától vezérelve érhesse el fejlődésének magasabb szintjét. A nemes szív szertartása. A világ örvénylései sokszor elszédítik a lelket, megzavarják a szellemet és bántják a testet. Helytállni csak azt tud, aki szívét rendszeresen tisztítja és nemesíti. E rítus során az öreg Istenhez fordulok erőért és szellemért ahhoz, hogy adjon bátorságot az avatandónak élete kihívásaival szemben. A nemes szív szertartásának hatására az emberi tudat felemelkedhet abba a magasságba, ahol tisztaságát már nem kezdhetik ki a sötétség lidércei. Az érzelemvilág angyali tisztítása. Ez a dorszertartás angyali intelligenciákat hív segítségül, mert ők olyan erőkkel rendelkeznek, amelyekkel a forma feletti világból a forma világban lehet változásokat létrehozni. A szertartásban egy erőteljes tisztító tér nyílik majd meg, amely segít titeket megszabadulni a félelmektől, az aggódástól, a sérelmektől, a rossz érzésektől. Feloszlatja az egyensúlytalanságot, amely mindezek következménye lehet, valamint gondolati és érzelmi tisztaságot eredményez. A gondolatvilág tisztasága azért fontos, mert biztosíthatja számunkra a megfelelő érzelmi hullámok kialakulását, amelyet követnek az érzelmi hullámoknak megfelelő testi tünetek. A rituáléban tisztulhattok a felsorolt nem kívánatos dolgoktól, és gondolati tisztaságotok megőrzésével sokat tehettek azért, hogy mindezek ne termelődjenek újra. A visszatérés rítusa Anubis erőjével. A születést követően az emberi testbe költözött lélek sokféle nem kívánatos ingernek van kitéve, és az évek során számtalan benyomást szenved el. Mindezek hatására a lélek tudatossága egyre inkább háttérbe szorul. Így jut el az ember a lelki tudatlanság állapotába. Vannak olyan szertartások, amelyek segítségével vissza lehet nyerni ezt a lelki tudatosságot, amivel a leszületéskor rendelkezett a lélek.
Ezeket az úgynevezett visszatérés szertartásainak hívjuk. E különböző rítusok vagy valamelyik aura burkot tisztítják meg, vagy valamilyen tudati rétegre vannak hatással. A visszatérés rítusa Anubis erőivel című szertartás a szívcsakra síkján mozdítja elő, hogy a fényben élő egyre jobban eltávolodhasson az egójától, és a középpontjába kerülhessen. Remélem, te is kedvet kaptál ahhoz, hogy csatlakozz hozzánk. Ne feledd, november 14-én és 15-én várunk szeretettel. Boldog napot!